Szia, szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, reggelen, és nálunk reggel van, délelőtt, nem is reggel, délelőtt, 9 óra 32 perc van, képzeld el, kint mutatom, ugyanis csodaszépen süt a nap. Reggel felébredtem, és egy felhő nem volt az égen, látod? Szép tiszta az idő, csiripelnek a madarak. Ma nem másunk csinálni, mint jelenleg készülődünk. A Lucas nincs itthon, ugyanis az iskolában van, ugyanis péntek van most mi nálunk. De gondoltam, hogy filmezek ma, ugyanis elmegyünk és megnézzünk egy pár házat, ugye nem sokára költözni fogunk. Még lehet, hogy egy picikét korai, de most már elkezdtünk nézegetni. Tehát mindjárt megmutatok nektek három darab házat itt az interneten, a fényképeket, hogy hogy néz ki kívülről meg belülről, és el fogunk menni megnézni őket élőben is, de csak kívülről. Tehát, hogyha valamelyik megtetszik, akkor már is kell készíteni, ugye fel kell hívni a real estate-et, az ingatlanost, és egy időpontra oda tudunk majd menni megnézni őket, hogy meg lesznek-e még, vagy nem, ugye mikor pontosan ki kell költözni, nem tudjuk. Ugyanis most semmi mást nem terveztünk, úgyhogy gondoltuk, hogy elmegyünk és megnézzük őket, aztán utána nem tudom, hogy hova megyünk pontosan. Egy pár helyen még majd lehet, hogy el kell mennem. Itt van a Davis is. Szervusz! Mi a helyzet? Aztán ezen kívül lesz sorsolás, ugyanis a szombati, a múlt heti szombati valami ötből ugye egy valakit ki fogunk sorsolni. Lehet, hogy azzal kezdem, még mielőtt elfelejtem. És amit akarok nektek mondani, a múltkor elkészült az interjú, ugye amit készítettek velem a vlog a blogban, majd meg fogom ide osztani a videó alá a leírásba a linket, ott el tudjátok olvasni, ugyanis mondtam, hogy kérdeztek tőlem érdekes kérdéseket, én érdekesen válaszoltam rá, legalábbis azt hiszem, remélem. Én szerintem jó lett ez az interjú, úgyhogy ha gondoljátok, a linkre rákattintva fel tudtok majd menni, és el tudjátok olvasni, és majd írjátok meg a véleményeteket, mit szóltok hozzá! Mit csinálsz? Kár! Ja, kár, autó! Te! Most már ide fel tud ülni a Davis, és ki tudja nyitani. Ja, yeah, ja. Az az autó. Töltöm a kommenteket, ahogy látjátok. A szerencsés nyertesnek pedig nem más fog küldeni, mint egy képeslapot, meg egy, mutatom, egy ilyen kisebb kulcstartót. Ugye még mindig van egy pár kulcstartom, ilyen ausztrálos, például egy ilyen. Várjál, ja, meg egy olyan is mutatja, a Davis is. Olyan is van. Ez melyik? Várjál, ez a kólás. Látod? Na, várjál, betöltődött a komment, úgyhogy azt tegyed le addig. Mutatom, vagy húzunk valakit. Tehát a szerencsés nyertes nem más, mint Roland Göllény. Jetski a kedvenc, legalábbis azt venne, ugye az volt a kérdés, hogyha pénz nem számítana, mit vennél? Jetskit, hajót, vagy milyen hajót vennél, ugye? És Roland Göllény jetskit venne, úgyhogy gratulálok neked még egyszer. Arra szeretnének megkérni, hogy itt YouTube-on keresztül YouTube üzenetbe küldjed el a címedet, és el fogom küldeni valószínűleg hétfőn vagy kedden ezt a kulcsartót és képeslapot. Valószínűleg egy 2-3 hét még odaér, ugye múltkor is mondtam, hogy a posta, nem tudom miért mostanában egy kicsit tovább tart, lehet, hogy a húsvét miatt mivel jön, nem tudom, de oda fog érni. Úgyhogy még egyszer gratulálni szeretnék neked. Most pedig nem más fog csinálni, hogy megmutatom nektek a házakat itt a számítógépen keresztül, és arra kérlek meg titeket, hogy írjátok meg ide kommentbe a videó alá, hogy mit gondoltok róla, hogy szerintetek a három közül melyik néz ki, nem csak melyik néz ki a legjobban, de nekünk szerintetek melyik lenne jobb, ugyanis mind a háromban van jó és rossz dolog is, tehát én személy szerint nagyjából én nem tudom eldönteni, meg a feleségem se, úgyhogy ha gondoljátok, írjátok meg. Ugye tudom, hogy a végül is a mi döntésünk lesz majd, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok. Mutatom az első házat! Ez az első fénykép, végülis ahogy látjátok, ez egy úszómedence. Itt van a ház, és mögött az útban van egy úszómedence szép pálmafával. Ja, nagyon szép! Ez az iskolától egy ilyen 2 perc gyaloglásra van, tehát hogyha kimegyek a ház elé, látom a Lucas-t, hogy besétál az iskolába, tehát nagyon közel van hozzá. Ennek az ára 470 dollár hetente. Mutatom, hogy még mi van vagy hogy néz ki a ház belülről. Ebben 3 szoba van, van egy single, egy beállású garázs. Az udvar nem olyan túl nagy, de meg a nappali, meg a konyha egybe van és kicsike. Tehát itt látjátok, ott meg itt ekkora mi nappalink konyhák, és nagyjából tudjátok, hogy ez mekkora. Ez a ház körülbelül a fele. Én azt mondom, hogy körülbelül a fele. Lemutatom a fényképet tovább. Várjál. Kattintunk. Végülis ez az udvar, itt a medence, hogy látjátok, ide ki lehet ülni, hogyha kiraksz egy ilyen kis széket. Ez megint egy másik szögből. Végülis itt a medencét mutogatják nagyon, mert ugye azzal akarják kiadni. A ház mellett egy ilyen kisebb rész, ahol körbe lehet menni. Aztán, na várjál, miért nem megy tovább a fénykép?
Ez egy szoba, egy ilyen fa padló van. Van benne ventilátor ott fönt, ahogy látjátok. Én azt mondom, hogy egy kicsit lehet, hogy sötét. Ez egy másik szoba, itt van benne egy légkondis, ebben nincsen ventilátor, de ugyanúgy fa padló van mindenhol, ami tetszik nekem benne. Ez a konyha. A konyha egy ilyen régebbi stílusú, ahogy látjátok. Mosogatógép az nincsen benne. És így néz ki, le van kövezve. Várjál, menjünk a következőre. Ez a nappali. Tehát itt, látjátok, itt ér véget a konyha, ahol le van cseppészve, és ez a nappali. Ott az a bejárati ajtó ilyen elhúzhatós. Van benne egy légkondi ott a sarokba, ventilátor nincs benne. Itt pedig van egy bejárat a hátsó részre, ugye, ahol bemész a szobákhoz, a fürdőbe, végülis a hátsó részre. Aztán megyünk tovább, ez megint a konyha, tehát itt mész be hátulra a szobákhoz. Ez az egyik hátsó szoba, ahol ki lehet menni ott az udvarra, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam, ugyanis a következő fényképen mindjárt mutatom nektek, hogy mi az. Ez egy ilyen, nem tudom, tárolóhely, rá lehet látni a bencére, végülis ez az udvarnak egy része volt, de befették. Hogy miért? Nem tudom. Aztán ez a garázs, végülis ez olyan garázs, hogy ilyen lukas ott fönt, ahogy látjátok. Ezen keresztül ki tudsz menni hátul az udvarra is. Megyünk tovább, ez pedig újra az első fénykép. Tehát az első ház így néz ki nagyjából. Ami tetszik benne, hogy közel van az iskolához. Nagyon közel van hozzá, van benne még úszómedence is, $470, ami nem olyan túl vészes ezen a környéken, én úgy gondolom, de lehet, hogy picike. Úgyhogy melyik következőre mutatom nektek. A következő ház egy nagyobb ház lesz, mutatom. Várjál, rárakjuk, ez $550 hetente. Na, látod? Ez a bejárat, itt jössz be, az udvarba, le van zárva kerítéssel, tehát ilyen automata kerítés be tudsz állni az udvarodba. Szép rendezett, ahogy látjátok, állítólag nemrég lett kifestve. Ott van kettő garázs alul, ahol be tudsz állni. Ugye ez 5 szobás. Megyünk tovább. Így néz ki a konyha, ilyen régi stílusú ez is. Mosogatógép hiányzik, ahogy látjátok, a plafon elég magas. Megyünk tovább. Ez az a teraszod. Ahol itt jössz be autóval az utcáról, látjátok, itt van az udvar, az előbb innét csinálták a fényképet. Ilyen régi stílusú amúgy ez is. Itt egy hatalmas nagy, nem is tudom micsoda, konyha, vagy valami, látod ott a bejárati ajtó. Ilyen szép, tágas, meg világos, én azt mondom. Ez egy fürdőszoba, ahogy látjátok, ez is ilyen régi stílusú, itt le van egy kicsit kopva, ha látjátok, az alja neki. Megyünk tovább, ez egy szoba, szőnyeg van a szobában, van egy ilyen régi stílusú légkondi, van benne ventilátor. Ez nem tudom mi lehet, valószínűleg ez is a nappalinak egy rész, vagy ez a nappali, van benne egy légkondi, hogy látjátok, nincsen benne ventilátor. És újra az elsőként. Amire én azt mondom, hogy sok, 5 szoba rettentő sok, nagyon nagy ez a ház. Ez közelebb van az iskolához, nem olyan túl közel, de közel van az iskolához, kb. Egy olyan 15 perc gyaloglás, én azt mondom. Ami nem tetszik benne, mégis nem az, hogy nem tetszik, szerintem rettentő nagy, ugye 5 szoba, nagyon nagy nekünk, de a másik dolog, ami egy kicsit zavar, az internet, képzeld el, ilyen ADSL internet van, csak ami azt jelenti, hogy ugye telefonon keresztül megy, és lassú a feltöltés, ugyanolyan, mint a régen, ahol laktunk a régi házba, és egy videónak a feltöltés olyan 10 órába tellett, tehát ez kb. Olyan internet, amúgy közel van ez is az iskolához, de nem tudom. Mutatom a harmadikat, de végülis ez is közte maradt a három közül. Mutatom a harmadikat. A harmadik, az távol van az iskolától. A Lucasnek busszal kell menni, ugyanis gyaloglásra kb. 40 perc gyaloglásra van, én azt mondom. Ez a ház $510 kerül, mutatom. Ez az eleje, amint ráfókuszál a kamera. Ott van a ház. Ilyen, nem, végülis nem garázs van, hanem ilyen carport van, látod? Nincsen lezárva. Ez egy dolog, ami annyira nem tetszik ebbe a házba, amúgy nem olyan rossz szerintem, na várjál, megyünk tovább. Hogyha le lehetne zárni, semmi baj nem lenne vele, de nem lehet lezárni. De nem hiszem, hogy baj lesz az autódnak. Itt a bejárat előtt van egy úszómedence, ahogy látjátok, ez elég szép, ez körbe le van kerítéselve, tehát látod, a Davis vagy a Lucas nem tud bemenni, aztán megyünk tovább. Ez a hátsó udvar. Tehát, hogyha Davis ki akar jönni, itt van egy nagyon nagy udvar, tud körbe-körbe rohangálni, és az medencéhez nem tud elmenni, tehát nem kell félni, hogyha ide kijön egyedül, bemegy oda előre, és ugye belesik a vízbe. Amúgy a ház körül látod, van ilyen nagy terasz, ami tetszik, ilyen szép fedett. Fel van újítva a konyha, ahogy látjátok, ebben van mosogatógép, gép, ilyen szép kék lappal le van rakva itt a háttér, ahogy látjátok. Aztán megyünk tovább, itt a bejárat, a nappali, fapadló.
Ventilátor nincsen. Ez egy szoba, ez volt régen a garázs, csak átalakították szobává. Van benne egy légkondi, szűnyeg van benne. Megyünk tovább, ez egy fürdőszoba, a főhálónak a fürdője. Egy szoba, fapadlós, ott van a medence. Megyünk tovább, fapadlós szoba, itt van ventilátor, ilyen szép, nem tudom, kék a fal. Aztán megyünk tovább, egy másik szoba, végülis ezek csak a szobák, itt elő a szobák, mindegyben fapadló van amúgy. Ez a fürdőszoba, kicsit ilyen régebbi stílusú a csempéből, hogy lehet látni, ugye. Itt azt mutatja, hogy közel van ugye a kórházhoz, az Aldihoz, ugye a bevásárlóhoz, a parthoz, egy másik bolthoz, és ennyi, és ugye visszérkeztünk. Úgyhogy ez a három van. A három közül nem tudom, nekem talán ez tetszik, ez az 510-es, ez az utolsó, de ez van legmesszebb mindentől, legalábbis busszal kellett menni a Lucasnek. Úgyhogy gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy ti a képek alapján mit szóltok hozzá. Most elmenjünk és megnézzük őket kívülről is, aztán utána mit csinálunk, nem tudom, lehet, hogy hazajövünk és a Davis elmegy aludni, ma meglátjuk. Davis, készen állsz? Szemüget levetted? Nagyon jól nézel ki. Várjál, megvárjuk a mamit, még kell víz, aztán megyünk. Te, nagyon jól áll neked az a napszemeg. Na, itt a kezem. Na, megérkeztünk ide az első, ezt mutatom nektek. Várjál, nem jön semmi se. Itt lesz jobb oldalt, ahol ki van rakva, hogy kiadó. Ez a kis ház. Ez a 470-es, amit mutattam nektek az úszómedence ott hátul, ami volt. És ilyen kis picike. Úgyhogy, így nézek ki nagyjából kívülről, mi a feleségemmel kicsikét jobban megnéztük, és sok mindent ugye nem látsz, el kell jönni megnézni majd belülről is. Kívülről szerintem nem volt olyan rossz, bár picike volt kívül is első ránézésre, úgyhogy most megyünk a következőre. Mutatom még egyszer, itt van bal oldalt, és ha innét kijössz, ott van az iskola, nem tudom, látjátok-e vagy nem, de ott van a lámpa szembe, és a lámpa előtt ott van az iskola jobb oldalt. Úgyhogy végül is egy ilyen 5 perc gyaloglás, én azt mondom a Lucasnak, hogy ha kinézek, még majdnem, hogy látom is, ugye, hogy besétál az iskolába. A környék az ilyen, ezt megmutattam mégis ezt a környéket, ilyen nyugodtas, én azt mondom, ilyen régebbi környék ugye ez. Itt az iskola jobb oldalt látod, itt van egy pár parkoló, és ott kell bemenni. Ugye most ha átvezetünk a másikhoz, a következő az az 550 dolláros lesz, az az 5 szobás, az a nagyon nagy. Az végülis a fő utca mellett van, ezen az utcán végülis, ahol itt el fog fordulni most én jobbra. Ezen a fő utcán van, csak a másik lámpa után. Mondja, nem mutatom nektek, majd próbálok ott megállni, nem tudom, hogy meg lehet-e pontosan vagy nem, de majd megpróbálom arra felé. A következő itt van jobb oldalt. Várjál. Ott volt. Visszajöttünk, ez a másik, ott van a bejárat és ott van fent a ház. Nagyon-nagyon lehet látni, mert ugye takarás van itt a pálmafáktól, de is így néz ki, megpróbál kicsit arrébb menni, ez a fő utca, tehát lehet, hogy egy kicsikét zajosabb lenne, már nem jön semmi, előrébb gurulok, jön mögöttem egy autó. Úgy azt mondtam, hogy ez nemrég lett újra festve, úgyhogy nem olyan rosszul néz ki így előről, várjál. Így néz ki! Sok mindent nem látok, de körbe megyek a túloldalra, hát egy kicsit jobban emlékszem. Ott van, benne az a kék, ott a túloldalt, ott volt a fő utca, hát ott álltunk meg az előbb, és sok mindent nem lehet látni, de végül is így kinézetre nem olyan túl rossz szerintem, amit ugye lehet látni. Úgyhogy most megyünk a harmadikhoz, az utolsóhoz. Ez az utolsó, 510 dolláros, ott a medence elől, és ahogy mondtam, a fényképek alapján nekem ezt tetszett eddig a legjobban. Elég nagy itt a carport, ugye, de nincsen rajta a ajtó. Úgyhogy, na mindjárt, most jobban nézzük a feleségemmel, aztán megyünk tovább valahova, hogy hova, azt én nem tudom, majd eldöntjük később. Megérkeztünk, nem más volt, mint ide erre a tengerparti folyós részre, mindjárt megmutatom nektek. Közben mi hazamentünk, a Davis aludt egyet, meg is ebédelt, elment egy pár óra, jelenleg 1 óra 3 perc, és gondoltuk, hogy lejövünk egyet ide a partra, sétálunk egyet, és itt van egy park, meg a víz, ott van szembe a főút, látod? Úgyhogy itt kiszállunk, aztán lesétálunk oda arra a vizes részre, meg megmutatom nektek, hogy mi van erre felé. Úgyhogy menjünk! Leparkoltunk oda szembe, hogy látjátok, és ide átsétáltunk. Ott van a víz, itt van egy park. Ott fut a Davis a feleségemmel, itt van egy ilyen játszótér végül is. Ott a víz a túloldalt, aztán ott van egy pár ilyen csónakhajó. Az ilyen lakóhajó mondjuk, ki lehet bérelni azokat. Aztán ott egy kajakos lent szembe. Várj, megnézzük, mit csinál ott Davis ott. Kisétálunk ide a végére, ugyanis a Davis nagyon szereti a vizet. Mit bele akart itt menni, de mondtam, hogy itt nem lehet belemenni. Még ezen a részen se lehet itt belemenni, de
Talán egy kicsit közelebb tudunk menni itt a széléhez. Ami ott vannak azok a lakóhajók, amiket mondtam. A kajakos nem tudom, valahova eltűnt. Ott van egy pár szép hajó. Ott megy egy helikopter a magasba. Jaj, itt meg ilyen fű van, látod? Ide kijeltünk a végére, aztán ennyi. Itt nem lehet úszni. Ja, ott a helikopter, ott repül. Na megjöttünk, látod? Hogy ott van szemben arra felé szörfösz. Ott van túloldalt, hol van? SeaWorld, az a vízivirám park. Ja, aztán ott meg lehet állni a hajóval, és itt ki lehet kötni, látod? Kirongáltuk magunkat, kihintáztuk magunkat a Davis, én azt mondom, hogy jól éreztem magát, legalábbis nagyon remélem, hogy egy kicsit meleg van, én azt mondom, várj, övezzem magam. Most nem más csinálunk, mint lassan elmegyünk az iskola felé és felvesszük a Lucas-t, bár lehet, hogy egy kicsit még korra van, úgyhogy vagy várnunk kell, vagy addig valahol megállunk és iszunk valamit, ugyanis magunknak nem hoztunk innit, csak a Davisnek. Úgyhogy induljunk. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok. Meg is evédeltünk közben, a Lucas Brandt a szobájával éppen készülődik. A Davis az nekivet között, ugyanis melege van. Mi van nálad? Mi van? Apple kártya. Gyönyörű. Aztán amit akartam nektek mondani, múlt héten mondta, hogy lesz élvadás ezen a héten, ami ahogy látjátok, vagy láttátok, elmaradt. Ugyanis sok időm nem volt, ha hétközben kellett kész csinálni egy pár dolgot. De jövő héten remélem, hogy lesz. Hogy melyik nap, ugye mondtátok, vagy kértétek, vagy szóljak legalább egy napon előtte. Megpróbálok, de hogyha nem tudok, akkor csak lesz élőadás. Valami jöttek ugye újabb részeit, elkezdtük filmezni, és képzeld el, a feleségemet sikerült rávennem, hogy legyen bent az egyik részbe. Amit valószínű, hogy az elkövetkezendő egy vagy két napban valamikor le fogjuk filmezni a feleségemmel. Ez egy érdekes rész lesz. Azért gondoltam, hogy legyen benne a feleségem, mert ausztrál dolgokról lesz szó. És na mindegy, ma meglátjátok. Ami egy ilyen játékszerű valami lesz, és lesz benne nyereményjáték is, de érdekes lesz. Azt mondom, hogy érdekes lesz, ugyanis nagyon-nagyon sok ember nem tudja ezeket a... Na mindjárt, ma meglátjátok, sok mindent, amit nem akarok róla elárulni, de szerintem érdekes lesz. Ma meglátjátok. Úgyhogy, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!